Oké, köszöntök mindenkit. Ennek az előadásnak egy előfutárát már egy Microsoftos meetupon megtartottam, és ott fel kellett olyan kérdéseket tennem, hogy tudjátok-e mi az Ubuntu, tudjátok mi az a Bash, tudjátok-e mi az az X és mi a Server és társai. Hát itt ezeket a kérdéseket nem fogom föltenni, mert nyilvánvalóan ti tisztában vagytok ezekkel a dolgokkal, tehát nincsen szükség erre, hogy itt közvéleménykutatást végezzek, és pontosítsak néhány fogalmat. Korábbi előadók videóit egy kicsit megnézve azt láttam, hogy mindenki bemutatkozott az elején, és egy jött-ment, mint én, ezt szintén megtenném, mert nem feltétlenül ismertek. Én Póce Krisztián vagyok. Főállásban én Microsoft.net technológiával foglalkozok, ami titeket nagyon nem érdekel, tehát erről most nem beszélnék, hanem... Ezt nem én csináltam. Tehát arról beszélnék, amivel... ahogy idő megengedi, néha-néha mondjuk éppen a szabad szoftver, akkor szabad szoftverrel és szabad szoftverekkel szépített szoktam játszadozni. Ezen kívül magán jellegű információ, hogy három fiú édesapja vagyok. Ahogy látjátok, itt angol nyelvű a slide. Ez nem azt jelenti, hogy angol fog beszélni, én angol slide mániás vagyok, tehát azért szerepel itt minden angolul. Első körben én beszeretném nektek bizonyítani azt, hogy a Microsoft szerette a Linuxot, ezt nem én találtam ki, hanem ők, tehát ők hangoztatják magukról. Nézzük meg, hogy hol használják ők a Linuxot. Nagyon fontos, hogy az Azure-ban, tehát a Microsoft felhőben nagyon sok virtuális gép Linux alapokon fut, ugye felhasználók gyakorlatilag Linuxos workloadokat telepítenek és azt használják. Ugye számos megoldás, tehát NoSQL rendszer, deployment rendszer, stb. Szintén Linuxos környezetbe fut az Azure-on. Aztán például a kitűnő shell megoldást, a PowerShell-t szintén portolta a Microsoft Linuxra. Ezen kívül nagyon nagy meglepetés, hogy az SQL Server 2016 is futni fog Linux operációs rendszeren, valamint Platina fokozatú támogatója lett a Microsoft a Linux Foundationnek, illetve amiről most szeretnék majd beszélni, az a Bash on Ubuntu on Windows, amit mondjuk sokszor csak Ubuntu on Windows-nak fogok majd rövidség kedvére mondani, szintén egy ilyen dolog, erről fog szólni az előadás, és az ember itt elgondolkodik, hogy mi a fene ez a nagy szerelem, hát miért szereti a Microsoft a Linuxot. Gondolkodik az ember, aztán rájön, hát persze, hogy a pénz. Hát ebben nagyon sok bevétele van neki. Ugye az Azure-ba futtatott Linuxos VM-ekért, ugye óradíjat fizet a használat után, ugye a felhasználó. Tehát ilyen egyszer ez a képet. Ugye pénzről szól a dolog, ugyanolyan, mint mit tudom én, a Andy Vajna, meg a Vajna team, vagy a Donald Trump, meg a Melanie Trump. Tehát gyakorlatilag össze lehet ezt a kettőt így boronálni. No, nézzünk egy kicsit történeti szempontból bele ebbe a dologba, hogy Windows-os környezetbe hogyan, miként volt Unix-os, POSIX-os, Linux-os környezet támogatva. Talán ismeritek a Cygwin és a MingGV third party megoldásokat. Talán ezeket nem kell bemutatnom, tehát gyakorlatilag ezek shell-t, olykor X felületet, grafikus felületet tudnak biztosítani, Linuxos programokat tudnak számunkra Windows alatt elérhetővé tenni, természetesen úgy, hogy le kell fordítani őket, library-kat kell portolni, stb. A Microsoft még valamikor a 90-es évek környékén a POSIX V1.0-át támogatta, mindössze azért, abból az okból kifolyólag, mert ugye akkor lehetett az amerikai kormányzatba bármit telepíteni, hogyha a POSIX 1.0-át támogatta, tehát adott egy DLL-t a Windows NT-be, és akkor oké, fel lehetett telepíteni a Windows NT-t. Következő lépés a Services for Unix. Itt ez ennél sokkal többet tudott, tehát shell, telnet, NFS, stb. Multi, deprecated. Project Drawbridge. Na, erről majd részletesen fogok mesélni néhány mondatba, az előadás során most itt csak megemlítés szinten van.
Talán hallottatok róla, hogy megpróbálták azt, hogy Android alkalmazásokat futtassanak, tehát az APK-t tudják futtatni Windowson. Project Astoria néven indult ez a dolog, ezt eldobták, és amiről most szeretnék beszélni, azt emlegetik LXSS, VSL, azaz Windows for Linux Subsystem, vagy Ubuntu-n Windows néven is előfordul. Na, Ubuntu-n Windows-ba, akkor vágjunk be az előadásnak a fő mondani valójába. De ez a még beta állapotú funkció a Windows 10 Anniversary Update-ben jelent meg, ez hát nagyjából egy évvel ezelőtt, nem tudom pontosan. Ez egy opcionális feature, tehát developer módba kapcsolsz, Windows Subsystem for Linux-ot beixeled, hogy kell, indítasz egy bash.exe-t, ami lehúz neked mindent. Miért érdekes ez? Azért érdekes ez, mert ez egy Ubuntu 14-es LTS natív binárisokat fog neked telepíteni a te masinádra. Tehát ez nagyon érdekes, hogy natív binárisok kerülnek le, tehát ugyanazok a natív binárisok, mint amik a Linux, teljesen Linux gépen futó binárisok, ugyanazok fognak neked települni a Windowsodra is. Majd meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudnak mégis futni. Természetesen ezt a Canonical-lal együttműködésben valósították meg, és alapvetően ennek a dolognak a célja az, hogy a fejlesztők könnyebben tudjanak cross-platform vagy Linux környezetbe futó alkalmazásokat fejleszteni, tehát fejlesztői eszközöket támogat, szerverszoftvereket, mit tudom, Redis és barátait. Az az oka ennek az egésznek, hogy ezek a szoftverek, ezek Windowsra nem vagy csak késésre jelennek meg, és azt szerették volna elérni, hogy kapásból a Windows felhasználó is megkapja ezeket a kitűnő szoftvereket. Ennyi az ok, és még ugye odaragasztják őket a Windowshoz, de hát az az ő dolgok. Na, nagyon fontos az, hogy ez csak a 64 bites környezetben fut, tehát 64 bites Windowson fut, és ahogy mondtam, tehát a natív LF binárist képes futtatni. Kis update fog majd erre a Ubuntu 14-es környezetre rákerülni a Creators Update-tel, ami néhány héten belül megjelenik, tehát itt 16-os LTS fog majd megjelenni. Láttam, hogy több más disztribúciót is rá hackertek erre a megoldásra. Jó, akkor most röviden meg szeretném mutatni nektek, tényleg csak néhány parancs erejéig, hogy miről szól ez a történet. Jó, most ezt látjuk, akkor nekem itt nyomogatni kell ilyen gombokat. Talán itt ezt a gombot kell nyomogatni? Talán. Jó, oké, azt látjátok, amit én látok. Jó, tehát itt gyakorlatilag ez egy, mindegy, nem tudom, azt miért tette mögé, mindegy. Tehát ez egy darab bash shell itt. Például, megnézzük, hogy mi van a device-ok alatt, hát látjátok, hogy nem sok minden. Látjátok, elég nagy a betű méret hátulról is, nem látszódik, jó? Akkor ezen egy kicsit növeljünk. Azt mondja, hogy így? Még növeljünk? Igen? Jó? Akkor földobjuk, mit tudom, 24-es az már elég nagy. Jó. Na, tehát így már remélem látszik, igaz? Hátulról is. Jó, oké, tök jó. Na, tehát itt látjátok, hogy ez látható például a dev alatt. Ennyi látható a proc alatt. Mit tudom én. Ez is működik. Ugye vannak itt különböző mountok, ha azt akarom, hogy az NTFS file rendszert lássam, akkor látom, mit tudom én, vagy hogyha éppen azt akarom, hogy hátok mondjuk ezen a gépen, ha minden igaz, nincs,
Kicsit lassú ez a masina, tehát ez nagyon, nagyon, nagyon dög lassú, tehát a diszkió az nagyon lassú benne. Mit tudom én, tehát azt mondom, hogy megpróbálok telepíteni mondjuk egy hátopot, elvileg ennek működnie kéne. Tehát még a jelszót is lassan kéri. Nem kell. Igen, tekeri a diszket szegény, hát igen. Ez ilyen besenéző laptop. Jó, tehát addig ő ezt csinálja. Tehát ahogy látjátok, ez egy korlátozott környezet, de mégis azért sok minden fut rajta, tehát mit tudom én, akár C++ compiler bárnak, nem tudom, ez miért ilyen nagyon lassú. Unable to resolve. Szóval DNS-t akart resolve-olni, azért volt lassú. Jó. Oké. Jó, és akkor itt látjuk, hogy szépen ő, hát igen. És azt mondja, hogy igen, most felszeretne telepíteni, és látod, hogy urhiveubuntu.com-ról telepít. Ugye, tehát azért ez nagyon érdekes dolog. Hát ez annak a eredmény, amit mondtam nektek, hogy natív Linuxos binárisokról beszélünk. Ja, igen, hát egy kicsit lassú szegény. De legalább, igen, unpacking, jó. 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 Na még egy kicsit, na még egy kicsit. Nagyon jó. Oké. Jó. Ja. És tessék, és fut a program. Jó. Oké. Hol lakik ez a dolog? Gyakorlatilag, hogy ez egy felhasználói szintű telepítés, tehát minden Windows-ra belépett felhasználónak külön batyúja lehet, gyakorlatilag update a local LXSS, és például a RootFS-t, hogyha megnézed, hogy itt van ez a dolog telepítve NTFS fájlrendszerre. No, ilyen rövid kis demót tartottam volna, nem demoznám jobban, nézzétek meg otthon, ha érdekel titeket. Jó, nézzük meg kicsit a hátterét, hogy hogyan működik ez a dolog. Jó, hogy hogyan sikerült a Microsoftnak elérni, hogy ez működjön. Egy klasszikus NT process, tehát egy Windows process, mit tudom én, az Excel, meg a Word, meg a mit tudom én, a Quake, azok gyakorlatilag mindenféle Windows NT specifikus modult töltenek be, shared user data-val rendelkeznek, saját thread structure-rel rendelkeznek, saját user DLL-eket töltenek be. Na most nyilvánvalóan, hogyha most ebbe a környezetbe akarnák mi natív Linuxos binárisokat futtatni, az ugye dobna egy rohadt nagy hátast. Nyilvánvalóan, mert ugye az a környezet az nem arra szolgál. Hát, következő lépés, oké, rendben van, akkor ürítsük ki ezt a processzt. Tehát a fölösleges sallangot dobjuk ki belőle, mert az nekünk nem kell. Oké, csináltak egy minimál processzt. Hát, mi ezzel a probléma? Az ezzel a probléma, hogyha egy Linuxos program egy kernel hívást akarna eszközölni, hát ott belebukna a történetbe, mert hát ő azt várja, hogy egy Linux kernel fut alatta, és nem azt, hogy egy Windows kernel fut alatta. Oké, ezt úgy orvosolták, hogy csináltak egy új valamit, amit úgy neveztek, hogy Pico Process. Egy Pico Provider nevű csodát tettek le kernel szintre, ami azt jelenti, hogy a kernel hívás az ebbe a Pico Providerbe érkezik be, és ő már tud úgy csinálni, mint egy Linux kernel. Jó, röviden erről van szó. Tehát igazából az NT kernelnek a feladata innentől kezdve mi lesz? Az, hogy mondjuk scheduleáljon, virtuális memóriát kezeljen, IO-t kezeljen és barátai, hogy azt még a Windows kernel is tudja. Tehát ahhoz nem kell semmi. Jó. Na, tovább menve, akkor röviden mesélnék erről a Project Drawbridge-ről. Ez a Project Drawbridge, ez egy Microsoft Research projekt volt. Azért emelném ki, mert itt találták ki, mi ez a Pico process. Tehát ez egy történeti szempontból érdekes dolog.
És gyakorlatilag az volt az ő céljuk, hogy egy containerizált környezetbe futtassanak Windows-os programokat, mert egy Dockernek az előfutára NT környezetbe, gyakorlatilag röviden így tudnám ezt elmondani. A dolog lényege az, hogy egy csomó dolgot, ami korábban kernel szinten volt, tehát az a win32k.dll-t, vagy az NTOS kernel, ami a Windows NT kernel, annak egy részét fölemelték user szintre, és ugye a kernelbe egy kis valami csodát, ami végül is Pico Process néven, Pico Provider néven is emlegethető lenne, azt tetted csak le kernel szintre. Innentől kezdve a sok száz NT kernel hívás helyett 45-tel meg tudták oldani a alapvető funkcióknak a nagy részét, ugye a többi funkciót azt user módba, ugye a kernel mód helyett meg tudták oldani. Ez azt jelenti, hogy persze ezeket ugye nagyon durván módosítani kellett, tehát át kellett irogatni, stb. Ezeket a dolgokat. És ilyen elveken alapul a SQL 2016-nak a Linuxon történő futtatása is. Annyi a különbség, hogy tehát ugye leteszik gyakorlatilag a Windows-os binárisokat, a DLL-eket, az SQL Server-t, a .NET Framework-ot, illetve az NT kernelnek egy specializált változatát user módba, ami a Linux kernelbe hív be az NT kernel helyett. Ez azért jó, mert gyakorlatilag a Linux kernelnek milyen feladata, ugye schedule-álni kell, virtuális memóriát kell kezelni, IO-t kell kezelni, és ezt még a Linux kernel is tudja. Oké, nézzük meg a Linux, az LVS, tehát az Ubuntu-on Windows-nak a alapvető működés, hogy hogy néz ki. Amikor indítok egy bash.exe-t, föllő egy session manager-t, ami elindít egy initet. Most az init az nem fogott mindenféle démonokkal, meg akármivel játszani, hanem egyszerűen indít egy bash-t. Oké, tehát itt nem kell semmi más betölteni, csak egy sima bash-t kell betölteni, ami, tehát itt látjátok, hogy az init is, meg a bash is egy Pico process, amit innentől kezdve indítok, az mind Pico process lesz, és akkor innentől kezdve ugye ezekbe a core modulokban, ami kernel szinten fut, már ugye be tudnak ezek hívogatni. Itt látjátok, hogy egy Linux instance van, ami azt jelenti, hogy azt említettem, hogy ez felhasználói profil szinten telepített dolog, tehát innentől kezdve párhuzamosan több, tehát hogyha több felhasználó lép be a Windows-ra, akkor több Linux instance futhat párhuzamosan. Ugye ez azért érdekes, mert például nem hiszem, hogy túl sok minden gátolja meg őket, hogy egy felhasználó alatt több párhuzamos Linux instance fusson, amik egymást nem látják, tehát ilyen containerizált környezet szagú akarhatna lenni ez a dolog. De még egyszer mondom, ez fejlesztőknek szól, és nem szerveren futtatandó dolog. Ott az nagyon fontos, hogy ezt nem szerveren futtatjuk, hanem ezen dolgozunk. Na, ugye az egyik legfontosabb dolog, amikor egy operációs rendszert meg akarunk valósítani, hogy a syscallok, azaz a rendszerhívások működjenek. Tehát hogyan nyitunk egy fájlt, hogyan olvasunk, hogyan kezeljük a szoketek, mit tudom én, hogyan hívunk setuidot, meg akármit. Ezek alapvetően azok a Linux rendszerhívások, amelyeket implementáltak. Ez nagy részt elég ahhoz, hogy konzolos alkalmazások végig tudjanak futni. Hogy fut egy, hát hogyan történik egy rendszerhívás? Gyakorlatilag, hogy ez nagyon low level dolog, mindenféle ilyen 64 bites regisztereket beállítanunk, tehát ugye például konkrétan az RAX regiszterbe betesszük a rendszerhívás sorszámát, további regiszterekbe pedig ugye a rendszerhívásnak a paraméterét, tehát mit tudom én, számértékeket, buffer mutató pointert, mondjuk hossz értéket, stb. És amikor meghívjuk a syscall műveletet, ugye akkor átkerül, tehát egy ilyen context switch történik, ugye a kernel szintre a dolog, és ő végre tudja hajtani a műveletet. A művelet végrehajtása után pedig ugye visszatér user módba, és mit tudom én, visszatérés értékeket állít be, user buffereket állít be, stb. Jó, itt például felvettem két, tehát egy Linux-os hívást és egy NT-s hívást, tehát gyakorlatilag annyi látszik, hogy itt a regiszterek
kicsit eltérnek, de ugye ez nem érdekel senkit, már Pico Provider kezeli ezeket a Ubuntu-n Windows-os hívásokat, tehát bármilyen regiszterre be lehet bármi, ő majd lekezeli és azt olvassa innen-onnan ki, amit kell. Egy rendszerivás esetében háromfajta módot különböztettek meg, amikor leimplementálták őket. Az egyik az, hogy hát egy az egybe volt, hogy a Linux-os rendszerhívásnak egy Windows-os rendszerhívás párja, gyakorlatilag behívott a Pico Providerbe, át a Windows rendszerhívásba, vissza az eredmény kis konverzió után. Jó, ez volt a legegyszerűbb. Volt egy, van a másik lehetőség, amikor közel sincsen olyan rendszerhívás a Windows kernelben, mint ami a Linux kernelben, ebben az esetben leimplementálták. From scratch. Nyilvánvalóan a Linux kódját nem nézték meg, mert az úgy licensz szempontjából nem lett volna szerencsés, hanem egyszerűen ugye, hát leimplementálták. Aztán a harmadik lehetőség meg az, hogy valamiféle ilyen előkészítő, meg utófeldolgozó műveletek közé betettek ugye, egy vagy több NT rendszerhívást, és akkor így összeláncolva, hogy tudták oldani ezt a dolgot. Például ilyen a fork is. Jó. Oké, fájrendszer. Fájrendszer esetében itt, ugye amikor egy Linuxos program valamit el akar élni, akkor azt mondja, hogy per akár, mit tudom én, per home, per user profil, per mit tudom én, pont vimrc, akármi. És minden ilyen hívás beérkezik gyakorlatilag ugye a Pico providerben, ugye itt mindenféle rendszerhívás során. És van egy VFS nevű dolog, ami az alapján, hogy mi az URL-je, vagy a pass-a ennek a fájlerülésnek, különböző fájrendszer providerek felé továbbítja a kérést, tehát lehet, hogy éppen WolFS, tehát ennek a Linuxos, oda NTFS-re telepített Ubuntu környezetbe kell valamit mókolni, lehet, hogy az MNT per CD bármi alatt kell mókolni, tehát a Windows NTFS fájrendszerét kell leírni, lehet, hogy a devbe kell dolgozni, lehet, hogy éppen a perproc vagy a persysbe kell dolgozni, ugye gyakorlatilag a procfs, sysfs az gyakorlatilag a kernel belső lelki világának a kivetülése fájrendszer szinten, ez ugyanígy működik itt is. Ahhoz, hogy a Linuxos jogosultságokat kezelni tudják NTFS-en, felhasználták az úgynevezett extended attribútumokat, ahova, tehát NTFS file szinten gyakorlatilag ezek megadták, hogy ez RVX, ez StickyBit, ez Setuit, ez mit tudom én, és akkor innentől kezdve ez gond nélkül el tud működni. További dolog, ugye hálózati támogatás van, ugye DNS, az gyakorlatilag az LTC per Resolve Confot, mindig befrissítjük a Windows-os DNS bájtársak alapján, ugye TCP, UDP, vagy RAW socket is fog működni. A lokál hoston nyitott portok azok közösek, tehát ha megnyitsz valamit a Linux-os környezetbe, vagy a Windows-os környezetbe látják egymást. Process együttműködés, ez valamilyen szinten már működik, majd a Creators Update-ben jobb lesz, tehát így pipe-olni lehet őket, meg mit tudom én, a parancsori programokat. Security, ugye egyrészt meséltem a fájrendszer security-ről, másrészt meg ez egy nagyon fontos dolog, hogyha én például azt mondom, hogy sudo, akkor ez nem azt jelenti, hogy az én Windows környezetemben levő rendszergazda profil alá váltunk át, hanem csak lokálisan az LVS-be lesz egy rendszergazda profilom, tehát attól nem fogom még tudni letörölni, mit tudom, mert a C2.per Windows, mert rendszergazda vagyok, illetve a firewall meg antivírus programoknak mondjuk túlzottan sok értelme nincs, de ezeknek majd ezt a környezetet is kezelni kell tudni. Na, milyen limitációkkal rendelkezik ez az egész? Ugye, mint mondtam, nem tud hangot megjeleníteni, nem tud grafikát mutogatni, ugye X se fut, X alatt, hogyha nincs X, akkor egész nincsen, semmi nincsen. X-es környezetet elő lehet állítani úgy, itt van például egy link erre, hogyha egy third party X-szervert elindítanak a Windows-on, és akkor azt mondják, hogy export display Windows-os, és föltelepítik APT-vel a X-es programokat, ugye, és elindítják. Tehát így lehet gyakorlatilag X-es alkalmazásokat futtatni. Ugye ez gyakorlatilag azért merült fel ez a probléma, mert azok a device-ok, mit tudom, a framebuffer device-tól kezdve a mouse-ig, nincsen semmi.
Ugye? Tehát amikor elindul az X, akkor megbotlik ott, hogy gyerekek, nem működik. Meg elindul az M-player, megbotlik ott, hogy nincsen perdef per FB nullám. Jó. Na, én készítettem ehhez egy kiegészítést, ami pont ezeket, amiket felsoroltam, ezeket a dolgokat tudja orvosolni. Tehát frame buffert ad, PCM esetén waveformos hangkeltésre képes, X-et tudunk futtatni valamilyen szinten, hogy az alatt tegeret tudunk futtatni. Ugye ez egy természetesen nyílt forrás kódú MIT license alatt futó dolog, az én GitHub-om alatt érhető el. Jó. Na, röviden akkor ledemóznám, hogy miről beszélünk. Na, tehát kell hozzá nekünk, nem tudom miért dobja mi mögé ezt a prezentációt, na mindegy. Tehát kell nekünk itt egy bash. Ehhez el kell indítani, mert én ide pakoltam, hogy a közös környezetbe egy programocskát, amit úgy hívnak, hogy Lava Agent, és azt mondja, hogy mondjuk logolni mondjuk az mplayer.logba, tehát egy mplayert indítanék most el, és igen, jó, és akkor ezt betesszük ilyen izébe is, hogy értse is a dolgokat, és ahhoz, hogy ez az egész bármit is csináljon, még el kell indítanom a Windows-on is egy programot. Jó. Amikor ez elindult, akkor be tudom indítani az mplayert, és ha minden igaz, akkor itt rövidesen meg fog jelenni valami. Na. Ó, köszönöm, oké. Okay. Jó. Ja. Igen, hát így nem fogja tudni elindítani. Most az miért nem működik ki? Jó, akkor kidobjuk innen. Az a legegyszerűbb. Oké, okay, köszönöm. Hát ilyen typók ezek igen előfordulnak sajnos. Akkor kezdtem előről, és húzhatom az időt. Azért már nem bírok írni. Ugye, tehát. Jó, na. Jó, akkor minusze M player, jól írtam most, igaz? Jó. Jó, na megnézzük, hogy most sikeres-e. Mi történik? Na, ez a demo effektus, hát hihetettem. Tennap repromáltam, tök szépen ment. Na mindegy, hát megpróbáljuk még egyszer, nem igaz, három a magyar igazság. Jó, azt mondja, bejövünk ide, itt ezt elindítjuk. Jó. Player. Jó, remélem most sikerülni fog a történet. Így. Ja igen, ezt be kell indítani ezt a programot is hozzá. Jó. Nem értem én. Jó, semmi gond, hát akkor megnézzük itt, mi történik. Most azt nem tudom, hogy az mplayerre van gond, vagy pedig. Hát akkor azt csináljuk, hogy
Hát valami gond. Nem értem egyszerűen, hogy ez most miért nem jön itt össze. Intel Graphics, micsoda? Hát itt valami, Jézus. Nem. Ja, azt mondja, hogy... Nem, egyszerűen nem fut. Nem tudom, miért nem fut. Ja, igen, jó. Aha, jó, akkor bocsánat. Én voltam megint, úgymond, türelmetlen, mert hogy ez egy lassú gép. Na jó, hát akkor most már... Na, jó van. Akkor szerintem működnét az M-player is, csak amire ugye eljutunk, jó, azóta már mindent itt. Jó, akkor most tényleg már... Na, akkor most már... Jó, oké. Na, tehát ez... Kilépünk, ugye ez itt nem kell, azt mondja, ezt beindítjuk, jó, és akkor szerintem, na mindegy, most megpróbáljuk akkor az M-Player-re kezdeni a műsort, és akkor most türelmes leszek és várok, mert akkor tényleg itt a DNS feloldással van neki problémája. Tehát az időm közben megy, persze, jó, akkor kicsit, akkor azt csináljuk, hogy ne szaladjunk ki, hogy akkor ezt a demóra majd visszatérünk, és akkor kicsit most belemennék, hogy hogyan működik ez a dolog, jó? És akkor addig majd feloldja a DNS-t. Jó, hihetetlen, itt akkor valami hálózata probléma van. Jó, na, hogyan működik a dolog? Azt csinálja, hogy létrehozza a hiányzó device-okat, de nem úgy, mint valódi device, mert azt nem tudja, mert hogyan tudná, hanem létrehozza, mint fájrendszerbeli reguláris file. Amikor azt mondja az M-Player meg az X-Server, hogy ő például a frame buffert akarja elérni, akkor megnyitja ezt a fájlt, lesz neki egy file handle-je. Igaz? És van egy agent alkalmazás, ami pedig azt csinálja, hogy a ptrace-szel, tehát ilyen debugger funkciókkal hozzácsatlakozik ez a processhez, és ugye megnézi, hogy mi az, amit neki le kell kezelni a file handle alapján. Tudja, mit tudom, ezt egy frame bufferként lekezelni, azt egy alsó device-ként kell lekezelni, stb. Gyakorlatilag ad rá válaszokat. Ugye a legjobb lenne ezt az egészet kernel szinten megoldani, de sajnos úgy nem lehet. Tehát ilyen user módú játszadozással lehet ezt az egész történetet itt orvosolni. Jó, ugye Lava Agentnek, tehát Linuxon Windows Extender Agentnek hívják ezt a Ubuntu-on Windows-on futó alkalmazást. Ugye, amint említettem, ugye fájlokat elérő rendszerhívásokat kezel le ez a dolog, és lokálhoz szoketen keresztül egy Windows-os programnak forwardolja a kéréseket. Hogy itt van egy frame, ugye, amit a frame bufferre kéne kirajzolni. Ezt a memória olvasásával, tehát egy cross-process memória olvasással elolvassa, amit az mmap ugye bemappeli a per def per fb nullát, annak a címét ugye átolvassa, és átolja a szoketen, ugye gigabájtokat át lehet tolni szoketen egy másodperc alatt, tehát 50-szer lazán átolja, és a Windows-os alkalmazás ezt megmutatja. Jó, és akkor ugyanígy lehet, mit tudom én, hangot kelteni, ugyanígy lehet például egeret is működtetni, hogy az egész esetében például úgy működik a dolog, hogy ugye olvassa, mit tudom, például a per def per input per mice-t, ezeket az olvasásokat átküldi ez az agent program a Windows felé, a Windows pedig megnézi, hogy azon a canvason, ahova az X-et rajzoltuk, ott milyen egér elmozdulások voltak. És válaszként megmondja, hogy ez elmozdult. Tehát ez például az XPS2 protokollt implementáltam le olyan szinten, ahogy kellett.
Ez az ábra mutatja gyakorlatilag, amiről beszéltem, tehát PageTrace-tel kapcsolódik az alkalmazáshoz. Itt fut az Ubuntu Windows-on futó megoldás, tehát ez egy C++-os alkalmazás, áthív a Windows programhoz, ami pedig kezeli azt, amit le kell neki kezelni. Na most akkor gyorsan nézzük meg, hogy nagyon jó. Tehát akkor kér itt a root jelszót, ugye azért kér, mert hogy ezeket a device-okat ugye rootként tudja csak létrehozni, na és akkor csak működik, már fene egye meg. Igen, tehát ez, és a, igen, tehát ez gyakorlatilag, ahogy látjátok, tehát én be is fejezném az előadásomat, ők sokkal jobban tudják, hogy hogy működik az egész, mert ők csinálták. Tehát én nem tudom, mit keresek itt erről, itt, na mind. Jó, tehát ez például egy ilyen player, ami fut ezzel a megoldással. Jó, akkor, vagy még nézzük meg például egy X-et, időm még van, igaz, vagy nincs időm már? Még 5 perc. 5 perc, nagyon jó, nagyon jó. Akkor azt növeljük 10. Oké, okay. X, mert a DNS sokáig riszolval, csak azért. Na, és akkor itt ugye futtatjuk az X-szervert, jó, akkor itt ezt most megint magára hagyjuk egy picit, és amíg ezt magára hagytuk, addig én akkor itt mesélnék egy picit. Na, ahhoz, hogy ez fusson, ugye, ahogy említettem, mindenféle ilyen device handler kell implementálni, ugye a C++-ba, az Ubuntu-n, Windows oldalon, ugye a C-sharp-ba csináltam, mert én ahhoz értek csak, jó, nem csak, hanem legjobban a Windows oldalon. Ugye mindenféle konfigurációkkal az X-szervert föl kell konfigurálni, hogy te most bizony a per def, per input, per mice-ról olvasod az egér elmozdulásokat. Meg csináltam egy, ami nem nagyon létezik, per def, per input, per kbd, onnan meg a keyboard. Tehát a billentyű lejtéseket olvasod, milyen szinten olvassa, a scan kód szinten. Tehát az a nagy az nem a 65-ös, meg a kis a 90-es, hanem ugye, tehát ahogy a billentyűzet adja a billentyű sorszám, itt, ami így valahogy így sorban vagy hasonló módon. Jó, ugye az biztos, hogy itt azért a performancia improvementre lenne még lehetőség. Hát ugye ez gyakorlatilag ez egy user módba debuggerként futó csoda. Ugye ez azért elég sok context switchet meg minden fenét csinál, de azt kell, hogy mondjam, hogy igazából user szinten elég. Elég az, amit történik. Jó, itt most megnézzük, igazából ezeket már így elmondtam, mert akartam sietnék az. Tehát ez az, igen, itt a root jelszó, akkor ezt ide beírjuk. Sorry, try again. Jó, az előbb még tudtam, most ezek szerint már elfelejtettem. Beírjuk még egyszer. Jó, és akkor elindult az X. Jó, most akkor itt egy export display-t azt már mondtunk, egy window maker-t, hogyha beindítunk. Igen, tehát itt van egy window maker. Na most, ugye itt van egy egér, itt azt mondom neki, hogy Ctrl-Alt-Bal, és akkor itt látszik, hogy húzza a csikot, ugye az egér. Így direkt úgy csináltam, hogy kicsit késéssel, és ahogy én azt hiszem, az Alt-F12-vel ki lehet tenni full screenre, és például azt tudom neki mondani, hogy indítom mondjuk egy X-termet, most nem mutatok több programot, tehát nem Firefox-ot meg semmit se, mondjuk LibreOffice, igen, indítsunk egy LibreOffice például. Ugye, tehát a LibreOffice-t azt már nem kell neki felügyelten futtatni, mert az már fut magától, ugye ő csak az X-servernek beszél, ugye én meg az X-servert bántom, és például ugye van itt például egy, nem tudom, ez itt benyílik, vagy nem nyílik. Na, tehát itt például gond nélkül lehet. Na, most mi történik? Ja, igen, hát ez mehet, hogy megint itt a lassúságból adódik a dolog.
Na mindegy, itt, hogy visszamegyek például ide, akkor itt látjátok, hogy itt angol billentyűzet kiosztással megy a dolog. De ha azt mondom neki, hogy settings kbmap.hu például, akkor, ja igen, ez betöltődött közben, igen, hát ez egy lassú gép, ezt egy párszor mondtam már, igen, de jó, és akkor látszik, hogy most már, ugye nem kellett nekem a Windows-ba átálltam, mert bejön a scan kód, és akkor ő a keyboard mapet, azt úgy kezeli, ahogy kell. Settings kbmap us-sel pedig, ugye vissza tudunk váltani angolra, és itt például, itt látszik, hogy ez a követő, most nem tudom, hol mentem rá, ja igen, itt az Open Dialogra mentem rá, de kicsit kicsi a felbontás, tehát ez itt HD ready dolog, és ez itt nem annyira. Igen, most igen, tehát itt például ez a követő kiadvány, amit majd csinál, de az például tök szépen itt van, és akkor ez így működik, és ez alatt a rendszer alatt lehetett LibreOffice-t futtatni, és tök jó. No, menjünk vissza még a prezentáció végére. Ugye eredetileg például a dev per FB0, tehát a framebuffert azt úgy mutattam meg, hogy ugye mivel egy közös file rendszeren van, ezért a FP0-át azt tudta olvasni. Na most, amikor megnéztem, hogy néhány perc futás után hány terabájt fájrendszer olvasás történt a PDF per FB0 fáj irányába, akkor ez egy kicsit elszomorító volt, ezért történt az, hogy lokálos szaketen megy át a dolog. Ugye azt említettem, hogy a hangkezelés az ugye alapvető alsza funkciókat támogatott, néhány ilyen device-ot kellett leimplementálni, hogy itt átmegy a szaketen a dolog, és a Windows hangkeltő eszközén keresztül működik ez a dolog. Azt hiszem, hogy az egér és a billentyűzetről, miközben itt éppen a hálózat feloldást végezte a rendszer, már meséltem, hogy hogyan valósítottam meg. Jó, köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket. Igen, tehát igen, lehet azt mondani, hogy XL-vel telepítesz a Windows-ra, hogyha erre vonatkozik a kérdés. Igen, tehát... Ahogy értem, technikailag ez hasonlót implementált el, de is pro-kontra. Gyakorlatilag nem... ezzel a megoldással nem kell ilyen third party bloatware telepíteni a Windows-ra. Ugye azért, meg, azért, hogy az én szoftveremet nem tartom bloatware-nek, akármennyi is az lehetne, de ugye az nekem ugye az nem bloatware. Gyakorlatilag ez egy érdekes technológiai túra volt, úgymond, hogy ezt megcsinál. Tehát nem feltétlenül a hasznossága érdekes, hanem az, hogy erre van lehetőség, ez így működik, ez így megoldható. Ugye, ahogy említettem, legjobb lenne az, hogyha ezt az egészet kernel szinten lehetne megoldani. Én felvettem a kapcsolatot ennek a rendszernek, tehát az Ubuntu Windows-nak a fejlesztőivel, és azt mondták, hogy oké, tök jó, van is lehetőség arra, hogy én a saját device-omat hozzáadjam, csak az a baj, hogy nincsen az API dokumentálva, meg folyamatosan változik. Tehát innentől kezdve marad ez a megoldás, amint dokumentálják az API-t, akkor ugye meg lehet azt csinálni, hogy kernel szinten megoldani a dolgot, és akkor annál jobb megoldás biztos nincs. Be lehet, hogy a kölyök megcsinálják maguk. Addig meg mondjuk jó ez a megoldás. Oké, okay, igen. Én nem szeretnék kérdezni, hogyha ez egy natív Linuxos binárisok futtak, akkor Windows-on, mondjuk a Windows-nak a libc az elég erősen hiányos, meg nem standard, meg stb. Ezek szerint például a libc az ugyanúgy újra van implementálva? Persze, így van. Tehát például, ja igen, el kellene reszteni az egeret, tehát például én itt, hát lehet, hogy nem, nyitok egy újat, mert itt még fut minden fene. Tehát én azt mondom, hogy dpkg
-l grep lib, akkor itt látod, hogy tehát minden natív, minden. Tehát egy Ubuntu van ott, oké? Okay? Tehát minden library ott van. Telepítve, oké? Okay? Tehát csak a kernel, ami Windows, a többi az mind Ubuntu Linux. Igen? Nem. Nem, ugye, tehát ennek van egy kernel szintű függősége. Oké, meg igen. Említetted, hogy ezt elsősorban ilyen fejlesztői környezetekre tervezik, hogy ez ilyen szerver környezetben is megjelenik, hogy a kontinernek egyfajta... Nem tudom, biztos megfordult a fejükbe, de nem a Microsoftnál dolgozok, tehát nem tudom. Nem tudom, mit tervezne. Oké. Okay. Ha nincs több kérdés, akkor köszönöm a figyelmet, és akkor meg tudjátok nézni a követő kiadványban, mert egy csomó URL lesz, meg részletes leírás, stb. Illetve a projektnek a forráskódját, működését telepíteni tudjátok, stb. Tehát. Oké, okay. Köszönöm a figyelmet.